Baromfi nevelő és tojástermelő üzemekben készültek a NAV nyomozóinak felvételei, ugyanis 2,5 milliárd forintnyi uniós és hazai visszanemtérintendő támogatást tett zsebre egy csirkefarmok korszerűsítésével ügyeskedő beruházói kör. A technológiai fejlesztések egy része megvalósult ugyan a támogatásokból, de jóval alacsonyabb színvonalon, gyakran túlárazott kivitelezéssel. A beruházási költségeket jelentősen túlárazták. Volt olyan eset, amikor 20-25-szörös mértékben. Az elszámolásnál ugyanakkor valótlan tartalmú szerződéseket és ehhez kapcsolódó számlákat nyújtottak be a pályáztató hatósághoz, így teljesen félrevezetve őket, hiszen a beruházásokban jóval a benyújtott árak alatti árfekvésű és alacsonyabb színvonalú és minőségű berendezések és technológiák kerültek beszerelésre. A beruházók a legtöbb esetben önerővel sem rendelkeztek. A kivitelező cég ügyvezetőivel összejátszva, bonyolult pénzügyi műveletekkel, fiktív kölcsönszerződésekkel és engedményezésekkel igazolták a szükséges összegeket. Baranya, Tolna, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megye területéről 16 pályázat érintett az ügyben. Az 50 ezer oldalas nyomozati anyagot a NAV vádemelési javaslattal adta át a Baranya megyei főügyészségnek nemrég. 15 gyanúsítottal szemben javasolnak vádemelést. Az elkövetők akár 10 év szabadságvesztésre is számíthatnak.